Sziasztok! Ebben a videóban 50 kg almát szeretnénk mindenféle különböző módon feldolgozni és eltenni hosszú távú tárolásra. És ennek az első lépése az, hogy ezt az 50 kg almát le kell szedni, amiből egyébként 20 kg-t már két korábbi szedéskor leszedtünk, és most jön az, hogy még 30 kg-t szedünk hozzá, és a következő napon elindulhat a kihívás, hogy ezt mind feldolgozzuk, és mindenféle különböző terméket készítsünk belőle, amiket aztán egész évben lehet fogyasztani. Nem tudom, hogy kéne elkezdeni ezt a videót. Figyelj, most már van almánk, van. Úgyhogy kezdhetjük. Az első lépés az, hogy ezt mind meg kell mosni. Uh-huh. Kéne egy fürdőkád. Hát amúgy... Arra nem gondoskodtam. Ez nagyon szuper lenne, de nem. Én arra gondoltam, hogy lavorban, zuhanyrózsával. És ilyen, akkor egyre kesznyibe fér egy lavorba egy egyszerre. Nem, elég a saját illata, és akkor így ennyi, tehát, hogy rekeszenként egy lavor, átmossuk alaposan, mert azért van a földes, mert a földről is szedtünk föl. Az a helyzet, hogy mi ezt egy ilyen belvárosi teakonyhába fogjuk megvalósítani. Ami régen Airbnb volt, tehát hogy... Igen, ez a lakás nem erre van, viszont szerintem fontos, hogy aki nagyon szeretne befőzni, az olyan lakásból is meg tudja ezt tenni, amelyik lakás nem erre van. Szóval az alapvető feltételei nagyjából minden konyhában adottak, ahol nem csak egy vízmelegítő van. De itt is meg lehet csinálni, mert megcsináltam ezt nagyon sokszor, csak nem ennyivel, hanem mondjuk ennek a felével. Uh-huh. Úgyhogy de most ketten vagyunk. Bízom abban, hogy 12-szer több almával is menni. De most ketten vagyunk. Csináljuk, ja. Mert az a baj, hogy telik az idő. Megmostuk az almákat egy szolid 30-40 perc alatt. Ugye az van, hogy egy-egy ilyen rekesz az ilyen 8 kg valamennyi, és így jön ki ugye az 50 kg, hogy 8 kinda. 48, meg még jó, az a kevés. Jó, kidobtunk 6 darab almát. Fú, fél kiló alma kiment, amúgy ilyen kisebbek voltak. A lényeg az, hogy most azt fogjuk csinálni, hogy minél többféleképpen fogjuk tartósítani az almákat, mert ugye ez úgy néz ki, hogy ha például van egy almafád otthon, akkor van almád pár hétig, aztán nagyon sok rohadt almád van. Ez az egyik értelme egyébként ennek a tartósításnak, és most azt fogjuk csinálni, hogy minél többféleképpen megpróbáljuk ezt tartósítani. Biztos, hogy ki fogunk hagyni sok mindent, például az almás pita tölteléket mindenképpen, mert senki nem szereti. Arra gondoltam, hogy kezdjünk az aszalással, amiket nem ezzel csinálunk, hanem lőttünk Marketplace-en erre egy eszköz, amire amúgy semmi szükségetek. Tehát, hogy teljesen jól meg lehet csinálni ezt sütőben is, hogyha a sütőnek van alacsony hőfoka és hőlégkeverése. Még hogyha nincs alacsony hőfoka, akkor meg lerakjátok és felső sütésre állítjátok. Szóval. Nem, ez nem szponzor, nem. Tényleg nem az, mivel az előző tulajdonosa azt mondta, hogy jó ötletnek tűnt ez az aszalás, de aztán ki se próbálta. Igen, nem lett kibontva, jól látjátok, srácok. Most te először látod. Én amikor átvettem, akkor azért megnéztük. Ugye ennek van alja ennek a zacskónak? Nem biztos. Van. Fogad? Ez két zacskó, Bence. Igen. Ja, ups. Tehát azért ezzel kezdjük, mert ez utána ilyen órákig fogja csinálni a dolgot. Igazából itt nem írja, hogy mi az előkezelés, de az előkezelés az, hogy citromlével vagy citromsavval bemártjuk az almákat, hogy ne barnuljanak szarra. Tehát az almára 4-15 órát ír. Uh-huh. A sütőben tényleg csak ilyen 2,5. Négy kötőjel 15 óra? Igen. Szelet vastagságtól függ. Igen, mi? Az aszalás egy ilyen műfaj, ezért nem a legjobb. 36 óra? Az a kajszi barack, igen. A szopac? Nem, tényleg. Amúgy azt nem írta oda, hogy milyen hőfokon. És csak egy hőfok van, bekapcsolod és annyi. On. Jó, hát de akkor hogy állítom be mondjuk, hogyha fűszernövényt akarok? Nézd, amit... megmutatom. Ez gyönyörű. Jó, na mindegy. Csináljunk almaszeleteket. Jó. Hoztunk vizet, amiben rakunk egy kis citromsavat, amihez nincs kanalunk, úgyhogy... Nem mondtad, hogy kell. Hát nem gondoltam, hogy ennyire. Na mindegy. Nem tudtam, hogy mit akarsz csinálni a citromsavval. Elkeverem. Jó, nem sósav, csak egy kis citromsav. Tessék egy alma. Jó, én sose használtam ilyet, úgyhogy nem tudom, hogy... Az a baj, hogy csak egy eszközünk van, srácok, még mielőtt megint elkezdenetek írni, hogy Bence, megint nem csinálj semmit. Mit csinálsz? Ez merdele. Ezt nem így kell csinálni, hogy ugye tudod? Hogy kell? Tekerd. Mi?
ilyen alienesen így átmegy rajta, és a lényeg, hogy az egyikbe rakjuk a csutkákat, jó, mert ezeket majd megfőzzük szirup. Én mit tudok csinálni? Azon kívül, hogy ülök és nézlek. Tekintve, hogy ez nagyon béna lett, ő csutkász ki még egyet szépen, én meg addig ezt megpróbálom lereszelni. Jó, hogy itt a mikrofon. Én elkezdem felrakni a tálcákra ezeket a almákat, aztán megnézzük, hogy megégnek-e, vagy nem tudom. Ilyen vékony szálltak jók? Hát ez a bajom, hogy nem tudom. Majd kiderül. Mint hogyha el lenne egy kicsit görbülve a cucc. Nem, nagyon így átsiklik rajta. De ez szar. Nagyon jó. De most ez tényleg szar. El van görbülve. Úgy érzem, erre valami hagyományosabb eszköz kellett volna, ez a műanyag vacak. Hát ez egy hagyományos eszköz. Nem, a hagyományos eszköz az fémből van. Ez ilyen nagyanyád háztartása. Ez pont ellenkezőleg, mert a nagyanyám háztartásában nem ez a műanyag fost van. Nos, a mai nap tanulsága az a gyalú, az almát kevésbé, de az újat annál inkább tudja gyalulni. Igen, hát nem vagyok benne biztos, hogy ez lesz a legtökéletesebb vastagság amúgy se, de hát akkor már felrakosgatom ide, és aztán most folytassuk már valami értelmes dologgal. És ne ez új levekes. De azért hozzátenem, hogy van ez. Van ez, igen. Amit ehhez a projekthez szereztünk. Az a lényege, hogy feltűzöd rá az almát, szépen meghámozza, kicsutkázza, aztán spirálalakba fel is vágja. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a jövő. Szerintem ezzel kimerítettük teljesen azt, hogy miért készültünk túl erre a videóra. Először is vissza kell tekelni, ugye? Így néztük, hogy így. Aha, oké. És felszúrod úgy. Szupi. Én úgy felszúrom neki, mindjárt. Vigyázz, ne a kezedbe szúrd be most ezek után. Pedig az volt a terv. Ne, ahogy így rátenyerelsz, és így félek, hogy átjön a túloldalon. Oké. És akkor elkezdjük tekerentyűzni. Teker, 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 teker. Ez a gyűrű legyen jó pontján. Teker, teker, teker. Hát ez gyönyörű. Tadám! Ez gyönyörű. És akkor ezt egybe leveszed a csutkáról. Parancsolj! És akkor elvileg az van, hogy ez ilyen alma spirál, csak hát nyilván az alma az ennél merevebb. Ó, és így lejön. Igen, és ennyi. És hogy az lenne a lényeg, hogyha félbevágjuk, akkor ebből szeletek lesznek. Ilyen szeletek, amit le is tört. Na. És egyébként ez egy olyan projekt, ahol mindent föl fogunk használni nagyjából, tehát valamilyen formában, úgyhogy ez a héjat sem kidobjuk, hanem hogy egyrészt bemártam ezt is ilyen citromsavas vízbe. Egy része megy az asszalóba, mert teát lehet belőle egyébként télen csinálni, hogy a megszállított alma héjból, és egyébként tök finomat. A többi része pedig megy a csutkákhoz, mert azokat ki fogjuk főzni egy szirupnak. De közben, hogy azért válaszoljunk is erre a kérdésre, hogy mi a fenének csináljuk ezt. Unatkozunk. Igen, nagyon unatkozunk, nem. Tehát az a lényeg, hogy régen, amikor nem volt az embereknek ugye hűtőszekrénye vagy fagyasztója, akkor is az volt, hogy nem mindig volt azonos mennyiségű étel, hanem mondjuk nyáron meg ősszel megtermette a gyümölcs, és akkor tényleg az volt, hogy egy rövid időszakig van nagyon jó friss gyümölcsöd, de utána meg nagyon sok rohadt gyümölcsöd van, amit kidobhatsz, vagy hát nyilván ment a tefrébe. De valahogy azt az élelmiszert, amit mondjuk megtermeltek nyáron, azt tartósítani kellett. És erre jelenleg a hűtőszekrény és a fagyasztó zseniális módszer, de régen, mivel ezekre nem volt mód, ugye volt egy csomó módszerük, például szárították, vagy füstölték a dolgokat, hogyha mondjuk húsról volt szó, vagy sajtról. Köszönöm, hogy lövöldözök az... És... van az új fegyverem. Igazság szerint ma elég sok módszert igyekszünk majd kipróbálni ezek közül, amiket régen használtak arra az emberek, hogy ezeket a gyümölcsöket tartósítsák. Például ugye lekvárt készítettek belőle, valamilyen módon hőkezelték és üvegbe zárták. Ez tulajdonképpen ilyen házi gyümölcskonzerv készítés. Nyilván ez mondjuk a baracknál azért kézenfekvőbb egy barack lekvár esetében, meg azt lehetne fagyasztani is helyette. Jó, de nem tudunk ilyen menő szeletelést csinálni vele. Jó, hát igen, a barack az eléggé problémás lenne, így beszorulod a mag. És egyébként az a szalás, meg a teakészítés, az csak egy módszer, és hát utána már ilyen hőkezeléses módszereket fogunk most már csinálni. Többfélét is. Mert hogy elég sok módon el lehet rakni az almát is, szerencsére, annak ellenére, nem feltétlenül ez jut az ember eszébe a befőtről azonnal. Úgyhogy tulajdonképpen ezt fogjuk kipróbálni, hogyha nem lenne hűtő, akkor hogy tartósítanánk mondjuk egy fányi almát. Szóval most a növekvő energiaárak mellett azért elég egyértelmű, hogy a fagyasztott ételre jön egy ilyen plusz költség, ami a fagyasztás költsége. Tehát, hogyha valamit hetekig fagyasztunk, akkor annak van egy ilyen
plusz költsége, hogy energia ehetően tartani. Ez nyilván egy elméleti kérdés, amíg van egy bedugott fogyasztó a házban, vagy több. De van, akinél több is van. És most, ahogy bejöttek ezek a változások, az tényleg rohadt. Hogy bejöttek ezek az energiárváltozások, most egyértelműen látszik, hogy van egy törekvés sokakban, hogy kihúzzanak egy vagy több fogyasztót, és ez például a gyümölcsök, zöldségek befőzésével abszolút lehetséges, hogyha befőzöd a bent lévő befőzhető dolgok nagy részét, akkor a végső soron kihúzhatsz egy fogyasztót. A mikrofon amúgy szörnyű dolgokat fog most hallani, mert itt egy gyümölcscentrifuga, ami hát szép. Ami szörnyű dolgokat csinál. Egyébként elég horrorisztikus lenne, ha alma lennék. A gyümölcscentrifugának megvan az a tulajdonsága, hogy kipréseli nekünk a levet, és egy másikba megkapjuk a pürét, amit utána tudunk főzni majd mindenféle cuccoz, vagy ki tudjuk sütni ilyen ropogós olminak. Uh-huh. De mindenek előtt gyűjtünk valamennyi levet, hogy alma levünk is legyen, mert az alma lé jó. Amúgy lehet, hogy ezeket félbe kéne vágni, vagy ilyesmi. Mert hogy ilyen kis lukon kell beszuszakolni ezt a vackot, akkor nézzük meg. Figyelj, én most ezt benyomom, és hangos lesz. Igen, valóban. És jön a lé! Jön a lé! Bár a másik oldalon is jön a lé, ami nem győz meg, hogy ez jó dolog. Elvileg az van, hogy totál le tud égni a motorja, hogyha nagyon sokáig használjuk. Kire? Ami itt most nagyon jó, mert nagyon sok. 50 kiló alma? Arra tervezték, hogy a kis reggeli almarépa smoothie-dat megcsináld, és aztán békén hagyd. Nem tetszik neki, visszadobálja. Leégett? Szerintem füstöl. Mi? Láttam valamit a levegőben, de lehet, hogy csak felvert a... De akkor folyamatosan kéne, hogy füstöljön, nem? Igen, de nem füstöl, csak a csinálom. Lehet, hogy ez csak alma. Porlasz az alma leve? Alma füst. Az milyen cucc lehet? Ó, geci! Ha már kigyullad, akkor abba adjuk. Kivégeztünk egy rekeszt. Elfáradtam. Én. Még van én elfáradtam. Mi ja. lett belőle, szerintem azért összegezzük. Tehát lett ez a rohadt nagy kupac héj és csutka. Igen. Amiket lehet, hogy kezdjünk el főzni, mert már most sincs akkor a lábosunk, amiben ez jó. Lett ez a kb. Másfél liter almalé, ami ugye majd az lesz a sors, hogy üvegekbe rakjuk és hőkezeljük, ami ilyen házi pasztőrözési megoldás. Tehát lezárt üvegbe fogjuk melegítéssel lényegében fertőtleníteni, és akkor az úgy eltárolható hosszabb ideig, és lett belőle ez. Hát ez itt most ilyen almapüré. Dzsúva. Jó, ez most... Dzsuvárak néz ki. Nem néz ki olyan jól. Az a lényeg, hogy ezt még le kell pörgetni megint, vagy botmixerrel, vagy valami mással, és ilyen sűrűre lehet főzni, és amúgy tepsire kiterítve ki tudjuk sütni. Uh-huh. Olyan kis... Az jó. Ah, tényleg, az igen, jó. Igen, vagy és, vagy. És vagy? És vagy, mert hogy nincs elég tepsink. Ilyen kis alma krémet csinálni belőle. Mert egyébként ez most meg van barnulva, de egyébként abszolút alma íze van. Ja, elhiszem, persze. Tudjuk, csak a barna olyan, alma is ugyanolyan jó, nem túl bizalomgerjesztő, tehát nem néz ki olyan szépen. De egyébként hozzá fogunk adni egy kis C-vitamint, és akkor visszavilágosodik valamennyire amúgy. Ezt mekkora üvegekbe rakjuk? Tehát, hogy legyen ez két fél literes üveg, vagy legyenek ilyen juice-os üvegek, ilyen smoothie-s üvegek? Az jó. Igazából ami úgy kijövünk üveg szempontjából, mert azért volt egy ilyen fenntartásuk, hogy lehet, hogy nem lesz elég. Hol vannak úgyhogy, az üvegek? Hova vannak tűnt el 400 darab üveg? Nem látom vannak, őket. Itt vannak mellettem, mert takarom őket. Na várjál. Szörpös üvegek. Tulajdonképpen ezek már fertőtlenítve lettek. Az a lényeg, hogy ha megtöltjük őket, akkor utána lezárva még berakjuk őket. Hát ugye van a nedves és a száraz dunszt. A száraz dunszt az többnyire arra jó, hogyha már megfőtt dolgaid vannak, tehát például lekvár. Viszont mi ezt nedves dunsztal fogjuk tartósítani. Leginkább úgy, hogy ezeket először megtöltjük, és aztán bemennek egy vízzel teli fazékba, úgyhogy ellepje őket. És 90 fok fölött tartjuk a vizet, amiben vannak, tehát éppen hogy ne forjon föl, mert hogyha felfor benne az almali, akkor lenyomja a kupakot, és szörnyű dolgok történnek. Vagy, igen, vagy szétcsapja az üveget. Szóval, hogy nagyon fontos lesz majd ez a hőmérő. Amúgy nagyon fontos, hogy ezeket az üvegeket tök jól újra lehet használni, mert nagyon jól sterilizálható, ami üvegből van. Viszont a teteje, azt érdemes rendszeresen cserélni, ez katasztrófa. Mert amúgy, ha megsérül, ha rozsdásodik, ha koszos, ha beszívta az előző tartalmat, akkor az mind ilyen kockázat, tehát össze fogja csinálni magát a polcon, mert kijön, kitávozik a lé.
és nem fogod tudni, hogy megromlott, csak amikor kinyitod, és akkor nagyon rossz meglepi erre kinyitni. Ugye itt az a lényeg, hogy ne érjen közvetlenül az üveg a lábos aljára, amihez vannak ilyen tök jó befőző betétek, meg rácsok, de nekünk nincs, és ilyenkor szokták azt csinálni, hogy beraknak egy ilyen, hát lehetőleg hőálló, hőbíró textíliát, mert ugye csak 90 fokig fogunk elmenni, és erre kerül rá az üveg, és ezt megtöltik vízzel. És akkor tulajdonképpen mindjárt összerakjuk. Vannak ezek a tekerős üvegek, ezekkel egyébként van egy ilyen probléma, hogy hát nem nagyon derül ki, hogyha sikerült elrontani valamit, míg vannak mondjuk ezek a fajták, amikkel most van ilyen kapocs, de hogyha már kész van a termék, és kihűlt, akkor ezeket a kapcsokat le kell venni, és akkor derül ki, hogy a kapcsok tartották-e végül is, vagy a hő által kialakult vákum, mert egyébként semmi más nem fogja őket tartani. És hogyha a tető rajta marad, miután elkészült a termék, akkor vagyunk jók. Tehát ezek az üvegek ilyen szempontból biztonságosabbak, hogy azonnal tudod, hogyha valami baj van, és újra be tudod főzni. Mert egyébként ilyenkor semmi nincs, csak újra be tudod főzni, ha meg már összecsinálta magát a polcon, akkor csak megszívtod. És van egy ilyen ételhőmérőnk, amit be fogunk vezetni a vízbe, ezt egyébként sütőbe is be lehet rakni, és rá lehet csukni az ajtót. És jelezni fog nekünk, ha eléri a 90 fokot, és hogyha elérte, akkor utána csak ilyen hőtartásra állítjuk a tűzhelyet, amíg le nem telik az idő, amíg szeretnénk bent tartani. Úgyhogy ez ilyen elég jó segédeszköz. Egyébként léteznek befőző automaták, csak hát drága az is. Na mindegy, nem vettünk. Meg sok helyet foglalni. Ruhat nagyok egyébként, tehát hogy bele lehet rakni 8-10 befőttes üveget. Persze, szóval azt nem vettünk. Azt kihagytuk. Jó, aki tud táncolni a konyhájába, annak érdemes lehet találni. Ilyenben elgondolkodnia. Ez nem egy Instagram befőzés. Ezt nem mutogatnád a neten? Nem. Oh, wait! Bármi van. Mi csinálsz? Mi az a kamera? Ez ne legyen benne, légy, jó? Szóval az van, hogy a gyümölcscentrifuga elég darabosra csinálta meg a száraz anyagot, tehát hogy ilyen konkrét fél alma szeletek vannak benne, úgyhogy ezt le fogjuk küldeni ezen a másik darálón. Annak érdekében, hogy legyen egy homogén pürénk. Mivel ennek a darálónak egy olyan jellegzetessége van, hogy nem lehet becsukni. De csak ebben a pozícióban kell hagynod a pengét. Maradjon miközben ebben a pozícióban. Miközben belelapáltod, ebben a pozícióban maradjon. Rossz? De nyilván hozzáérek. Nem jó? Jó, még határeset. Hát adnám, most így becsukulni. Nagyon jó. Yeah. Jól van. Tök jó. Pörgessük le. Egyébként ez majd tényleg ilyen kenhető, ilyen olma lekvár lesz, és hogyha valaki alibizni szeretne, hogy miért ilyen rohadt barna, akkor nagyon sok fahéjat kell tenni hozzá, és senki nem kérdőlezi. És fahéjas lekvár. Hát nagyon rossz lesz egyébként, mert túl sok fahéj az nagyon rossz, de legalább megmagyarázza, miért ilyen barna. Nem azért, mert túl sokáig vártál a citromsabbal, hanem fahéjas. Na figyelj, az fog szerintem a legegyszerűbb lenni, ha ezt megfőzzük. Közben a nagyba, amiben ugye most nedves dunsztolunk, megfőzzük ezeket. Okay. A szirupját átszűrjük valami ilyenbe, okay. Ebbe vagy ebbe, mert addigra ez is felszabadul, és aztán beízesítjük. A szirupoz egyébként fogunk használni hát C-vitamint, aszkorbinsavat, pektint, és hát édesítőszert. Igazából mi nem nagyon szoktuk ezt cukrosan csinálni. Szóval ja nem, mi kifejezetten kerüljük amúgy, és még így is nagyon-nagyon finom. Nagyon jól eláll egyébként, és az van, hogy ha jó édesítőszert használ az ember, és hogy ezeket keveri, tehát hogy így valahogy egymagában sose jó, de hogy mondjuk az eritrit stevia együtt ki tudja egymást úgy egészíteni, hogy jó, meg ugye tele van gyümölcscukorral, tehát hogy azért jó, nem bízunk mindent az édesítésre. Hát úgy is megpróbáltuk amúgy, hogy édesítőszer nélkül, és még úgy is nagyon-nagyon király volt. Ja, hát minden nélkül is finom egyébként. Minden nélkül a barack is minden nélkül jó. Igen. Viszont abban nagyon fontos, hogy legyen egy kis C-vitamin, vagy citromsav, mert akkor ilyen borzasztó színe lesz. Tehát, hogy ahhoz, hogy ilyen aranyló, narancssárga maradjon, ahhoz kell C-vitamin. Következő állomásunk az almapüré, amit egyébként megszórtam most aszkorbinsavval, ami ugye tiszta C-vitamin, és egyébként látszik is, hogy kialakult egy ilyen hát világosodás azokon a részeken, ahol több C-vitamin került rá, és ahol meg nem érte, ott ugyanolyan barna. Úgyhogy igazából elkezdjük ezt összefőzni. Szerinted mi legyen egyébként? Tehát, hogy így vaníliás legyen? Az jó. Hoppá, ez ilyen mézszerű. Mennyi kell ebből vajon? Finga sincs, megkóstoljuk. Savanyú lett, de jó alma íze van, olyan, mint a... Mennyit? Mint a télia. Nagyon vaníliás. Még egy pici mehet. És aztán megkóstoljuk, hogyha már kicsit összekevertük. Jó, de az eritritnek van egy olyan tulajdonság, hogy bizonyos hőfokon felül elveszti az édességét. Elárulom neked, tök hideg. Tehát azt hiszed ezekből a hangokból, hogy ez forró, de csak nem. Csak mondom. Jaj, kikeverem. Mint
egy kisgyerek. Megjöttek a sterilizált üvegek. Ezeket a mosogatógép cumis üveg programján lementek, ugye 2 óra alatt, de egyébként ki is lehet őket főzni, meg... Szóval erre vannak ilyen megoldások, mindenkinek más. Érdemes olyat keresni, ami, mert hogy minden lakásban meg lehet ezt valahogy oldani, ahol van forró víz. És nagyon fontos, ugye a tető az sértetlen, egy csomó üvegen kicseréltük. Ami újra használt, arra van egy ilyen tetőkészlet, és ugye egy ilyen tető egy ilyen 28-50 forint között mozog, attól függően, hogy mekkora. Úgyhogy arra érdemes beruházni, különben könnyen kuka lehet az egész, hogyha tria nem bíztuk a véletlen. Hát nem. Nem, mert amúgy... Már azért ez egy eléggé kardinális része a dolognak, ez hogy ez így jó legyen. Alma. Amúgy azt kéne, hogy gyorsan rászorítod majd a tetőt. Jó. Mielőtt átforosodik az üveg, fogd meg. Jó. És akkor úgy egyszerűbb lesz, mert amúgy most nagyon... Most meg? Hát nem kell folyamatosan fogni, csak szorítsd rá, hogyha már úgy vagyunk. Oké, okay, mehet. Jó, melyik üveg még, ami ilyen széles szájúakat adj? Jó, kicsit átkeverem, hogy ne a kihűlt tetejét pakoljam. Nagyon nagy stresszben vagyok most. Igen? Igen. Az jó? Mert hangosabban is beszélsz. Igen. És nagyon így mondod, hogy mindenképpen rá kell szorítani, nos, azonnal! Ne stresszel túl, semmi baj. Amúgy nem is lesz ez olyan sok üveg, leszámítva azt, hogy még van 5 rekesz alma. Hú. Na. Oké, okay, ez legalább megvan. Gőzölni fogjuk. És akkor annyi, hogy berakjuk a sütőbe ezt a tepsit. És rakunk bele forró vizet. Ez a legizgalmasabb sokat. Annyi, hogy nem szabad én nagyon-nagyon sokat belerakni, mert aztán berakjuk az üvegeket, és csurig lesz utána a cucc, mert kinyomják, ugye? Mert hogy minden vízbe mártott test tudjuk. Hozunk üvegeket. Fontos, hogy ne érnek egymáshoz, igazából ez az egy szabály van. Bevezetjük ezt. És akkor elérjük vele kb. A 90 fokot a vízben, aztán tartjuk. Akkor most kifőzzük egyébként az almahéjakat és az almacsutkákat, amiknek az lenne a trükkje, hogy egyébként, hogyha ez nem gála alma lenne, vagy nem tudom, hogyha egy ilyen pektinben dúsabb alma lenne, egyébként minden alma pektinben dús sok mindenhez képest, de csináltunk próbafőzést, és az Istennek nem jött ki belőle semmilyen sűrítő anyag, úgyhogy ez majd hozzá fogunk rakni pótpektint. De most kifőzzük el az alma ízt belőle, hát édesítőszerrel és C-vitaminnal fogjuk beízesíteni, hogy kellően almaízűs legyen, és ebből egy ilyen szirup lesz, amit bele lehet önteni süteményeket, palacsintát, teába lehet rakni. Tehát lényegében a vizet fogjuk használni, ez egy combos almatea. De ez most elég sokáig fő, szóval egy ilyen fél órát mindenképp. Szerintem lekapcsolhatjuk a fűtést a következő 6 napban. Be se kapcsoltuk. Igen, most már kezd meleg lenni, megtelt a szoba párával, melegséggel és szeretettel. Wow. Addig? Amíg ez fő. Igen. Hámozzak ezért almát? Amúgy ez egy nagyon jó ötlet, de akkor be kéne keverni még egy kis citromsavasat. Igen, erre gondoltam, hogy akkor csináljuk? A kérdés az, hogy a mai napra mi fér még bele? Tehát, hogy mennyi almát kellene még? Hát fél éjfél van. Fél éjfél? Igen. Szerintem egyre kezd be tudunk vállalni. Most én a következő körökben én a nagyobb almákat venném elő. Aha, az jó ötlet. És azzal már kicsit gyorsabban tudnánk haladni. Jó sok almát ide termeltél addig. Kezdődik előre a folyamat. Na megint ugyanabban a loopban vagyunk. Igen, örökre ezt fogjuk csinálni. Jó, ide kéne beönteni, amennyit tudsz. A mikrofont nem leöntve. És én kicsit megpróbálom megfogni, hogy minél később jön ránk a minden, de hát ez nem fog menni. Hol nyerjünk helyet a dolgoknak. Sehol basszus, mert az ágyban is alma van, az asztalomon is alma van, az agyamban is alma van. A füleden jön ki az alma. A fülemen jön ki az alma. Nehogy szűrés közben még így üvegeztünk két ilyen pink almaszószt, ilyen natúrt. Ez pedig pektin. Citrushéjból nyerik, de egyébként az almában is tök sok van, és ilyen zselésítő, tehát hogy a gyümölcsben lévő zselésítő anyag. Ezzel egyébként ilyen pillanatok alatt lehet lekvárt csinálni, szóval így bedobod a málnát, vagy a barackot, főzöd 10 percet, hozzányomod a pektint, lecsapatod izé botmixer és kész vagy. Tehát, hogy ez ilyen nagyon gyors megoldás. Az a baj, hogyha ezt így bedobnám, akkor ilyen nokedli lenne. Úgyhogy kell hozzákeverni más por alapú dolgokat. Csomósodás kertót. Például aszkorbinsavat. Egy nagy adag aszkorbinsavat, hogy ilyen savanykás legyen. És hol az édesítőszer? Ami eritrit. Hát ez most eritrit, igen. De amúgy majd ilyen kis stíviát is fogunk hozzárakni.
szuper tróger pötyi módon, mert csak olyan van. Amúgy nagyon fura megnyalni a pettint. Nem akarom megnyalni a pettint amúgy. Ezt így tudom ajánlani. De köszönöm szépen, nem akarom. Istenem, hogy milyen élményeket visszautasítasz. Hogyjál, én nem akarok élményeket, én aludni akarok. Ugyan, még csak fél egy van. Anya, az első megint azt akarja, hogy hámozzam az almát. És azt mondta, hogy jó lesz, de nem jó. Azt mondta, hogy tök jó videó lesz. De figyelj, ezeket így finoman ilyen kis adagú, be kéne hinteni, hogy keverem. Jó. Nincsen? Vagy mennyit? Nincsen, tehát hogy ne lehessen azért annyira. Jó. Aha, és ilyen tök beszívja a nedvességet a felszínről. Egyébként pektin nélkül, ha ilyen nagyon sűrűre főzöd, akkor lehet belőle szörp. Csak ilyen rengeteg cukor vagy édesítőszer, meg sav kell bele. És akkor ugye az ilyen higítható szörp lesz. Én már egy kicsit nekivetköztem a dolgoknak, mert hát a kamerán keresztül nem látszódik, de durván meleg van. De legszívesebben a meleget tennéd el befőtt meg télire, nem? Hát ez lehet, hogy amúgy jobban járnánk vele. Az van, hogy ez nagyon régen fő. Most megnézem ezt a... Hát egy szakis mintát, hogy milyen sűrű. Nem tudom, hogy kirakom az ablakba. Az igen. Hát most az a leghidegebb, hogy elég sűrű. Viszonylag. És ez még mindig meleg amúgy. Figyelj, ez már ilyen juharszirup sűrűség. Jó. Ha jó, akkor jó. Nekem jó. Jó. Nagyon jó. Jó. Nagyon jó. Ilyen élénk alma íz. Szóval mondjuk olyanok, mint ezek a fagyi öntetek, amik barackosak, vagy málnesek, vagy bármi, csak ez almás. Hát palackozzunk. Igazából kelleni fog hozzá szintén egy tölcsér, meg hozom a előkészített üvegeket. Azért óvatosan. Jó, nem gondoltam. Hát nagyon bátorkodsz itt, ne? Igen, hogy ilyen feltört a talajvíz. Van egy hűtőtáskánk, igen, amit most be fogunk még egy kicsit vastagítani, hogy minél később hűtse. Igen. Nem, hogy minél később hűljön ki a benne lévő dolog. Mert ezek most rohadt forrók, és egyébként ez a szirup baromi jól tartja a hőjét. Most ezt rájuk bízzuk önmagukra. Jó. Nagyon forró. Jó, szorosan kell rakni őket, hogy egymást melegítsék éjszaka a fagyban. És hidegben. Fagyban. Ugye ezt én hagyományosan amúgy ilyen pokrócokkal, meg takarókkal szokták, és napokig benne hagyják. Amikor már úgy hideg van bent, tehát amikor már ilyen 35 fok körül van, akkor érdemes kivenni, mert akkor csak a baktériumoknak legideálisabb hőmérsékletet hosszabbítjuk egy bizonyos hőfok után. És akkor berakom a hőmérőt az üvegek közé, hogy ezt monitorozzuk. Na. Azt mondom, hogy fel kell tennem a kérdést, amit talán a legjobb kérdés, amit hajnali 4-2-kor fel lehet tenni. Hogy mit csinálunk azokkal? Mit csinálunk azokkal? Tehát, hogy két lehetőség van. Vagy azt, amit az előbb, viszont ez egy két lépés így éjszaka. Tehát akkor pürét is csinálunk, meg levet is. A csutkákat hála az égnek már feldolgoztam ebbe. Tehát van ott 3 darab csutka talán. Hát abban már semmi nincs. Bepakoltam. Az túlzás azért. Mennyi van benne? Ez sok. Ú, de termeltél, te jó Isten. Jó, holnap is meg lesz. Azt mondtad, hogy hámozzak, én hámoztam. Jó, jó helyen van a hűtőbe holnapig. Viszont ez, ennek kell egy cél. Vagy ez, amit mondtam, vagy betömött hányásig. Na. Azt megnézem. Meg is van a terv. Jó, hát kezdem, jó? Tőlem, jó, hajrá. De azért hallgatlak, hogy mi a B-terv. Nézem. Jó, amúgy a másik B-terv az, hogy kipróbáljuk a frissen maradós receptet, amit találtam Pinteresten ilyen nagy mézes üvegbe. Ami tulajdonképpen annyi, hogy csinálunk valami kevercset, amiben vagy van cukor, vagy nincs, elvileg nincs. De valószínűleg citromlé vagy C-vitamin van, és meleg dunszt. Gyorsan teljük ki, mert megeszem. De kell, nem baj, annyival kevesebbet kell feldolgozni. És még van ugye 4 rekesz? 4,5? Nem, 4 és 3/4. Mi? Mi az utolsónak csak a negyedét használtuk fel? Igen. Adon negyedre. Ez egy 4 rekesz? Jézus Isten. Addig egyél, csak egyél, mert nem, nincs ennyi üvegünk. Tömjed, gyerünk. Nincs ennyi gyomrom sem. Sajnyú a citromsaptom. Tudom, azért van benne. Nem tudom annyira jó ízben lenni. Egyébként én mézzel raknám el szívem szerint. Jó. Ahhoz mit szólsz, hogy 2-3 evőkanál mézzel csinálunk nekik szirupot? Tök jó ötlet. Hoztam a tiszta üvegeket, új tetejük van. Azért van ilyen zöldséges tető a mézes üvegen. Amúgy szeretném tudni, hogy miből vannak a mézes címkék. Valószínűleg ebből van a fekete doboz a repülőkön, mert hogy... Na, tulajdonképpen ilyen szeleteket kéne berakni, tehát hogy fogod a egész almát, félbevágod és csak tömködöd bele. Jó. Én meg közben csinálom akkor a szirupot. Próbáljunk meg beférni ebbe a 4 üvegbe, mert már csak kisebb üvegeink vannak. Az öntés, ami után a mézes üvegben sose lesz ugyanolyan. És egyébként rakok bele egy picit C-vitamint is. Egyrészt, mert a sav az jó, jobban eláll, másrészt meg fehéren is tartja az almát.
amit a szeletelővel vágtunk, igaz? Ez igen, ez a vastag szelet. Nagyon jó. Ez tök király. Nem olyan ropogós, de kurva jó. Olyan, mint egy gumicukor. Berakhatjuk a maradékot a asszalóba. Jó. Rakjuk be. Jó. Mert még ez egyébként pont egy asszalógépnyi mennyiség szerintem. Kuka, igaz? Hát ez most kuka, az a 5 darab csutka, ezt most nem főzzük meg külön. Jó lesz ez. Egy újabb nap. Egy újabb próba. Újult erővel vágunk bele a maradék almába, nem? Amúgy én sem érzem. Nagyon fáradtak vagyunk. Legalábbis én nagyon fáradt vagyok, de te is azt mondtad, hogy nagyon. Nem, teljesen. Na mindegy, de még több alma van, mint amennyi mögöttünk van. Tehát több előttünk, mint mögöttünk, tudod? Én naivan azt hittem, hogy egy nap alatt végzünk volna. Jaj, de cuki, de... Amúgy, hogyha reggel kezdtük volna és nem délután, akkor lehet, hogy előrébb lennénk, de biztos, hogy nem végeztünk volna egy napot. Na ez az. Na mindegy. Most asszalással fogunk kezdeni. Egyébként jól alakul az asszalásos dolog, mert ez itt mind almaszelet, meg ez is még almaszelet. Ez meg tea. Igen. Szóval egyébként nagyon jól működik az asszalógép, és nagyon, nagyon jót csinál. Uh-huh. Szóval engem itt tök meglepett. És nagyon finomat. Viszont az uborka gyalús, ami miatt Bence megsérült, az teljesen beleszáradt, szóval az, annak nem volt túl sok értelme. De jó, hogy ezért adtam a véremet meg a húsomat, de... Ez igen. Tökéleteset vág, de igen, sajnálom. Szóval először megtöltjük az asszalógépet, aztán pedig... Most egy új dolgot fogunk utána csinálni, amit még nem csináltunk. Karamellás szirupban fogunk almakockákat főzni, és valószínűleg egy kis pektint fogunk rakni a karamell szirupphoz, hogy az is ilyen sűrűbb legyen, mint a szirupok. Úgyhogy kezdjük el. Fogalmam nincs, mennyi cukor kell. Csináltam egyszer karamell szirupot, és azt ilyen 4 evőkanálból csináltam, és rohadt kevés lett, úgyhogy hát most meg ez itt mind itt van. Hát akkor bátorkodjál. Sokkal bátrabban kell, szerintem. Bátorkodik helyettem a cukortartó, nézz oda. Ez olyan 300 g lehet annak alapján, vagy 350. Nem tudom, de cukor, határozottan cukor. Sok cukor, jó. Hát ez az egyetlen cukros recept, de ezt bepotol minden. Most jön a trükkös rész, mert egyébként a cukor az ilyen kifejezetten gonosz, főleg ilyen indukciós lapon. Amúgy mert... is gonosz, mert hízlan. Nem az, nem csinál semmit. Ilyen nagyon sokáig, aztán egyszer csak ilyen fekete lesz a sarokban. Az a baj, hogy majd rá kell öntenünk a forró vizet ilyen hirtelen, amitől egy ilyen borzasztó nagy gőz felől fog felcsapni. Helyes. És abban majd vissza fogjuk oldani a karamellizált cukrot, és aztán fogjuk újra sűrűbbre főzni. Hopp, nézd! Aha, megvan, elkezdte. Amúgy egy kis vanília aroma szerintem elmelt a karamell mellé. Hozzak. Majd igen, de majd ha már szirupot főzünk, mert most még ez a cukorrész szerintem. Mondjuk még nem olyan sötét, még egy picit lehet, de már lassan jöhet a víz. Nice. Igen. Most ezt feloldjuk, és addig adunk hozzá vizet, amíg fel nem oldódik az egész. Ez most nem olyan izé lesz, hogy betömködjük a üvegbe az almát, és akkor ráöntjük, hanem hogy ebbe meg kell főzni egy kicsit, hogy ilyen kerekek legyenek inkább. Tehát, hogy egy picit ilyen... Bele is följön a szirupba, meg azért legyenek egybe darabok is. Aha. Nyilván a karamell nagyon fáj. Fáj a karamell, anya! Anya, a karamell bánt! De belerakjuk. Uha! Aha. És akkor most nyomogasd lefele. Tök jó lenne egyszerre háromszor annyit megcsinálni, ha lenne nagyobb edényünk. De ezek a legnagyobb edényeink általában, amivel most dolgozunk. Jó, igen. Hát erre elég. Az igazság, szirupos. Hogy ez a hámozó nagyon praktikus, mert nagyon-nagyon sok munkát elvégez helyettünk, és a legtöbb munkafolyamat, ami ezekhez a cuccokhoz kell, az ez. Az ez, gyakorlatilag. Tehát, hogyha félkör cikkel, megcsinálja. Teljes kör cikkel, ezt is megcsinálja. Kocka kell? Tök jó! Csak igazából hozzávágunk még egy kicsit késsel, és megvan. A héja kell csak, meg az éjjel csutkája, azt is megcsinálja. Tehát... Jó, amúgy a legfőzés... Rohadt jó. Meg a befőzés, az hát egy ilyen 70%-ban körülbelül gyümölcs tisztítás. Igen. Mert utána már tényleg a lekvárnál is botmixer, pektint belerakod, vagy nem. Ebből tényleg víz. Kellett volna még egyet vennünk. Amúgy a király lenne, sokkal gyorsabbak lennénk. Amint ketten egyszerre tudnánk. Most nagyon jó szirupos,
kicsit belefőtt az alma. Akkor már rakhatjuk ki? Hát mit gondolsz te? Ezt szerintem, az állagot, ez figyelj, nem jön? Tök jó, persze. Eddig is jó voltam úgy. Hát ez is megtörtént. Hány kört fogunk még ezzel nyomni? Következő a szirup ezekből. Ez pont annyi, mint az előző, úgyhogy ebből valószínűleg kb. Annyi lesz. Uh-huh. Csak előbb üveget kéne szerezni hozzájuk. Vannak amúgy barátaink, akik felajánlották, hogy esetlegesen átmehetünk hozzájuk, mert nekik van egy csomó tartaléküvegük, úgyhogy lehet, hogy most megkérdezzük őket, és hát lehet, hogy most átmegyünk hozzájuk. Igen, hát főleg ilyen kis smoothies, jeges kávés üvegek, amik jók, és van egy csomó tartalékkupakunk, szóval igazából ki is sterilizáljuk őket a cumisöveg programra, a mosogatógépbe, és akkor utcú, tehát, hogy szerencsére ez egy ilyen... Egyszerűbb eset. Dolog. Egyszerűbb. Igen. Na jó, nyissunk egy ablakot, és csináljuk a továbbiakat. Visszatértem barátainktól, és kaptunk üvegeket. Egyébként ilyen tök nagy üvegeket, szóval meg van smoothies üveg is. És Dani egyébként mondta, hogy ő mindent szeret, amit csinálunk, szóval lesz, aki örökbe fogadjon pár dolgot. Mármint nem a videókat, hanem a... Mármint az almás dolgokra. Az almás dolgokat. Egyébként gondolkodtam azon, hogy majd csinálhatnánk egy ilyen vaníliás almaszelet kompótot is, mint a mézes. Aha. De most egyelőre a csutkákat kéne feldolgozni, mert az ilyen... Oh boy. Ilyen irreális módon megtelt. Segítek, jó? Igen, ezt a rezgést, ezt ki kéne innen zárni. Még közelebb? Hát, ide kéne bepakolni, szóval... Igen. És ehhez hoztál valami alkalmatosságot? A kezeimet. Jó, én nem tudok nyúlkálni most az a baj, tehát nem ki akarok bújni a dolog alól. És senki nem gondolja ezt. Tehát... Dehogy nem, ha jönnek a kommentek, hogy Bence meg itt csak nézi. Most már biztos, hogy ezt fogják írni. Jó nézni, hogy turkálsz. Igen, ez ilyen... Mesmerizáló. Totál rájöttem, hogy mi lesz az, ami ilyen iszonyat durván ki lesz vágva ebből a videóból, ajaj. Viszont rengeteget csináljuk. Faszkolás? Nem. A takarítás? Igen. Oh, oké. Okay. Igen, tehát hogy... A kettő között vaciláltam valahol, de aztán rájöttem, hogy a faszkolás bele fog kerülni. Igen. De azt, hogy egyébként minden ilyen etap előtt meg után mennyit törölgetünk, meg mossuk le a cukros levet a mindenről, az így abszolút nem kerül bele, de egyébként ez azt hiszem, hogy hozzátartozik a befőzéshez, szóval. Igen. Vagy hát ezzel nyugtatom az új levágás. Az is végül is hozzátartozhat. Jó. Az ilyen opcionális, tudod, a fakultatív program. Szerintem az is, tehát jó. Hogy ez mindenképp ilyen egész napos program, hogyha sok gyümölcsöd van. Ha van, nem tudom, 2 kiló narancsot, azt tudod, hogy másfél órát főzöm meg én is. Meg sem nem számolni amúgy, hogy mennyi ideje csináljuk. És még mennyi van? És még ennyi van. Nagyon sok. Spoiler alert, nagyon sok. Most van 10 óra, srácok, de muszáj. Tehát, hogy muszáj haladnunk a dolgokkal, mert az az igazság, hogy szerintem ezt még egy hét múlva is csináljuk, hogyha ilyen tempóba haladunk. Úgyhogy nincs megállás. Erre lehet mondani, hogy miért főzzük ki a csutkákat is, de az az igazság, hogy a szirup a legjobb. Hülye vagy? Az a legjobb cucc. Mennyire kész van még? Most azt akarod, hogy hazudjak, vagy ne hazudjak? Jó, mondj valamit, és eldöntöm. Kevés. Hazudsz. Jó. 2,5 van, ha jól emlékszem. Ami már nem olyan rossz. Tehát, tudom, hogy több, mint szeretnéd. Az igazság tényleg, hogy én tényleg azt hittem, hogy egy napig fog tartani ez a projekt, és... A második nap végén már kezded a reményed veszteni? Hát egy picit igen. Ha lenne egy ilyen 30 literes nagy lábosunk, meg 2 nagy vödrünk, amiben a szeleteket, meg ezeket tároljuk, de az a baj, hogy mindenünk mindig megtelik. És emiatt kell folyton újra és újra, és most megint ugyanazt fogjuk csinálni. Tegnap ugye csináltunk mézes szirupban almaszeleteket, amivel egyszerre csináltuk volna ezt, és most vaníliás szirupban fogunk almaszeleteket csinálni, amiket totál lehetett volna egyszerre csinálni, de ugye nem volt hozzá elég edényünk, meg egyetlen darab főzőlapunk van. Ez egyébként az inverse karamell szirup, mert előbb megy a víz, aztán jön a cukor. Rohadt sok cukrot teszünk a vízhez, meg vaníliás cukrot, és vanília aromát, nem kell mindkettő, csak mi rakunk. És ennyi fog történni, és ezzel fogjuk leönteni a szeleteket, aztán nedves dunszba szépen eltartósítjuk őket.
A világ összes üvege. Az igazság, hogy ezt még hátrébb húzhattuk volna. Ja, hogy így akkor? És akkor több hely lenne nálad. Az igazság, hogy még mi se láttuk így egybe. Mert hogy... Hát láttuk, csak nem így. Nem egybe, mert hogy az almás rekeszekben volt itt-ott, meg a konyhapulton itt-ott, mindenhol volt egy pár üveg, és most így egybe ez ilyen szép hű. A világ összes helye, a világ összes üvege. Edénye. Takarítása. Ideje, nem tudom. És 50 kiló alma. Igen. Egyébként azt hiszem, hogy vegyük sorra, hogy mi készült. Tehát az utolsó nap tegnap, hát készítettünk még ilyen igazi almaszószt, amit először vaníliásan csináltunk meg, és ebből egyébként lett csinta is, ami tulajdonképpen egy ilyen homogén, bármilyen gyümölcspüré kisütve, kiszárítva, ilyen gumicukorszerű. Gyümölcsbőr, nem? Hát angolul gyümölcsbőr, de igen, angolul így hívják, de egyébként lehet, magyarul többen csinta, ismerik. Valószínűleg. Ugye ebből lett tulajdonképpen ilyen klasszik almalekvár, vaníliás és a csinta, és később még mével palackoztunk ilyen karamelszirupba eltett almaszeletet. Annak a maradék szirupjából lett karamellás almalekvár is, ami nagyon finom lett. Ez itt körülbelül szárítva ilyen 12-15 kiló alma, amit itt láttok így mindennel együtt. És még szárad egy kevés. Nem olyan sok, van. De még szárad. Van itt tea is belőle egyébként, nem csak szeletek. Ebből nem csináltunk olyan sokat, mert azért nem vagyunk nagy teások. Itt vannak a vaníliás almakockák. Ezek itt szirupok, amik tulajdonképpen az almahéjból és a csutkából készültek, attól függően, hogy éppen milyen színű héjaink voltak, tehát mennyire voltak pirosak, attól függ egyébként a színük. Tehát van ilyen világosabb a téli almából, és van ilyen teljesen jó sejem cukorszínű a gálából. Ez itt ilyen sűrű almapüré, ami a gyümölcscentrifugának a kiszárított, hát ilyen rostjaiból lett. És mi van még itt? Ja igen, van itt teljesen cukrozatlan almapüré, ez is a mellékterméke a szirupfőzésnek, amit ugye kiszűrtünk belőle ilyen rostanyagot, az egy ilyen homogén almapüré lett belőle, ilyen szép rózsaszín. Van itt négy üveg lé, és vannak ugye az alma szeletek. Ez itt vaníliás szirupban van, ugye ez simán csak a szeletek, és ilyen szépen ki is fehérettek a C-vitamintól. Egy kis C-vitamint érdemes a szirupba rakni, egyébként spoiler, az be fog sárgulni, de mindegy, de addig szép fehér, amíg megfőzöd. Ezek itt mézes szirupban vannak, ami lényegében ugye a szirupban méz megy cukor helyett, tehát hogy nem egy nagy megfejtés. Ugye ez a karamellás szirupban eltett, ebből egy üveg van. De az nagy, az legalább. Nagy. Ők itt karamellás kockák ezekben az üvegekben, és nem látom, mi az, Bence. Ez vaníliás almalekvár. Nagyon mini üveggel, meg kicsit nagyobb üveg. A mini az már a karamellás. Igen? Vaníliás? Ja, vaníliás, akkor mégis ez a vaníliás. Azért mondom, hát itt ez a sor, hogyha az, akkor az. Igen, volt egy olyan főzés, aminek a végén már nem maradt semmilyen üvegünk, csak ezek a nagyon kicsik, ezért valami 6 ilyen kis üvegbe van elrakva. Igen. Egyébként megpróbáltam szombat délután 5 órakor üvegeket szerezni még. Erről azt kell tudni, hogy a belvárosban üveget szerezni értelmes áron az így nem. Tehát 600 és 1500 közt voltak a befőttes üvegek a kínaiban is. Inkább hát ilyen mangóleveket vettem, amik 400 forintok. Ezeket kiöntöttük meg itt pohárból. Sokkal gazdaságosabb. És kiforráztuk, és így lett helye a többi szirupnak, úgyhogy szirupból egyébként rengeteg készült, mert hogy ugye rengeteg héj és csutka volt, tehát abból volt a legtöbb. Van egy vizsgánk, hátra van még egy valami. Ójaj. Igen. Ójaj. Azok az üvegek. Igen. Jaj, tudom, melyiket kéred. Bármelyiket. Akkor tehát, tessék. Az a lényeg, hogyha jól csináltunk mindent, ha leveszem a kapcsot, akkor meg kell tudom fogni így a tetejénél fogva, anélkül, hogy leesne. Ha nem, akkor takarítanunk kell még egy kicsit. Nem, mert akkor nyilván nem így a kanapé fölött fogom csinálni. Itt akkor a mikrofon fölött csinálni. Hol lenne ez? Itt jó? Mondjuk. Jó. Azért nem emelt fel a legnagyobb magasságokban. Jó. Na, úgyhogy innen tudjuk, hogy ezek biztos, hogy le vannak vákumozódva. A többiek majd meglepnek minket, hogyha összecsinálják magukat a polcon. Na igen. Tudni kell azt, hogy több mint valószínű, hogy ez a csatorna eddigi szerintem leghosszabb munka folyamata, amit így egymás utáni napokon készítettünk el. Olyan, amit stúdión belül igen. munkával ilyen. Ami nem utazás. Tehát, hogy itt kamerán kívül is, azt hiszem 8 óra felvett anyag van mögöttünk, és körülbelül szerintem egy 4-szer ennyi, vagy 5-szer ennyi munka. Hát ezt 4 napon keresztül csináltuk, megfordítottuk a nap alatt az éjszakával, eléggé durván, reggelig csináltuk, aszaltunk, szűrtünk, taráltunk, igen, mert nehéz félbehagyni, szóval, hogyha igen. Már ott van a megtisztított alma, azt nem tudod reggelig ott tartani, hogy akkor folytatom. Hát, el tudnád rakni, de ez már nem lesz ugyanolyan, az hát, már megszívja már magát, rendesen. Meg megbarnul, meg tök mindegy, hogyha még ilyen citromsavas vízbe is rakod el, még akkor is megbarnul, szóval kicsit nehéz eset. És egyébként hozzátenném, hogy volt, aki írta, hogy ez egy jó módja annak, hogy megutáld az almát, de hogy én nem tudom, én ezt valamilyen szinten élveztem, de voltak mély pontok azért.
Hát, hogy így, igen, volt egy pár, amikor már így azt a rohadt élet, mikor lesz ennek vége. Én nekem is elpattant egy kicsit a célna, volt egy olyan nap. Az igazság, hogyha az ujjamat nem vágtam volna, és ne fájt volna az elmúlt két napban, az akkor... Az első 10 percben konkrétan. Igen, akkor lehet, hogy türelmesebb lettem volna. Volt az a pont, amikor kicsit úgy elszakadtam egy kicsit, igen. Én azt mondom, hogy ez most gyönyörű. Tehát, hogy ez így érzem benne a munkánkat, és most már én is. Meg az üres rekeszek látványa is azt mondatja velem, hogy baszki, ezt megcsináltuk. Ezt megcsináltuk. Ja, egy szép nagy út volt, és egyébként remélem, hogy azért nektek is kedvet tudott csinálni valamelyest a befőzéshez, hogyha igen, akkor igazából most csipkebogyó szezon van, azt hiszem, és akkor hát télen jönnek ugye a citrusok, úgyhogy nem arról van szó, hogy jövő nyárig ezt nélkülözni kell, hanem van azért minek nekiállni, meg hát ugye egész évben vannak gyümölcsök, csak ugye a szezonjában a legolcsóbb, a legfinomabb, és akkor utazik a legkevesebbet, úgyhogy akkor érdemes eltenni egész évre. És ha esetleg tényleg kedvet kaptatok, akkor ha esetleg megmutatnátok nekünk, akkor jelöljetek meg ilyen Instastoryban, vagy Facebookon, vagy bárhol az oldalunkat, hogy lássuk is, hogyha valamit megcsináltok innen, vagy bárhonnan máshonnan, mert tök kíváncsiak vagyunk rá, és reméljük, hogy azért egy-két ember kipróbálja. Nem kell 50 kilót. Nem. De nem azt mondjuk most, hogy 50 kilót csináljatok meg, csak hogyha kedvet kaptatok úgy unblock a befőzéshez, vagy bármi máshoz, amit almából meg tudtok csinálni, és fel tudtok dolgozni, akkor azt nyugodtan küldjétek el. Nem, hát múltkor 8 darab narancsból csináltam, nem tudom, 7 üveg lekvárt. Tehát ilyen is van. Ilyen kis üvegek nyilván, de hogy igen, szóval nem muszáj ekkora mennyiségekkel, sőt, hát nem is ajánljuk ekkora mennyiségekkel, főleg nem elsőre, mert örökre megúszájátok. Tehát, hogy ezt azért szeretni kell előtte. Na, akkor tényleg megutálod. Igen, hogy nulláról neki azt, de nem az ízét. Tönkre is megy véletlen minden, mert hogy nincs tapasztalat. De hogy nem az alma ízét utálod meg, hanem hogy úgy nem akarsz ránézni az almára, hogy a kurva életbe. Még egy nagyon fontos dolgunk maradt, ami valószínűleg a végtelen ideig fog tartani. Láthatjátok, hogy ilyen kis zászlóik vannak most a csapatoknak, de hogy ezek nem lesznek jók, ha elrakjuk őket polcra, tehát minden egyes üvegre rá kell írni, hogy mi van benne, mert azt fogod hinni, hogy tudod, de amikor 2 év távlatában fogsz a kezedbe egy üveg piros valamit, és az vagy eperlekvár, vagy pizzaszósz, akkor nem fogod tudni, és nem lehet megállapítani, szóval kicsit szint is váltanak esetleg, és akkor már abszolút fogalmad nem lesz. Itt meg ugye nagyon sok egyforma van, tehát a vaníliás lekvár, meg a karamellás almakocka egészen hasonlóan néz ki. Úgyhogy végtelen feliratozás következik. Írjátok le, hogy melyik recept tetszett nektek a legjobban, vagy hogy melyiket fogjátok kipróbálni, mi pedig neki fogunk állni, hát címkézni. De ezt már nem kell látnotok, ne aggódjatok emiatt, ezt már nem fogjuk végigmutatni. Képzeld el amúgy egy real-time földcímkézős élőadást. Felmerült, hogy élőzzük ki az egész folyamatot, csak akkor 3 napig azt nézitek, hogy almát hámozunk. Addig is nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, találkozunk Discordon, találkozunk Instagramon, találkozunk Twitchen, találkozunk Spotifyon, találkozunk mindenhol. Köszönjük szépen a figyelmet, találkozunk a legközelebb. Sziasztok!